Fellépők egész sorra követte egymást a csengei színpadán. Érkeztek az ország minden szegletéből versenyző zenekarok a 21. Paksi Pop Rock Jazz Fesztiválra. Eléggé vegyesek az érzelmeim. Azt gondolom, hogy volt már jobb felhozatal is. Most talán a populárisabb irány volt az erőteljesebb. Azt gondolom, hogy ez majd változik. Mindig a mai trendek határozzák meg a jelentkezőnek vannak a stílusát. Ugye Magyarországon most 25 ilyen tehetségkutató van, mint amit annak idején mi hárman elkezdtük, tehát a Balatonboglár Tatabánya, illetve Paks szinte egy időben kezdett. Már 25 van Kárpát-medencébe, ebből igazából 5 országhatáron kívül, tehát magyar lakta területen van. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép palettája a könnyű zenének, és ezt erősíteni kell, és egyre több olyan fesztivál van, ahol egyre színvonalasabbak a zenészek. Ez köszönhető természetesen annak is, hogy egyre több képzőintézmény van Magyarországon, hál' Istennek. A populáris zenét játszó Betizon formáció lépett utoljára a színpadra. Náluk Szentírás a magyar szövegű dal, mondják a fiúk. Igazából szeretnénk minél, én úgy szoktam mondani, rádióbarát dalokat, mindenképpen magyar szövegű dalokat írunk, mert hiszen én is azt gondolom, amit aztán pont itt az egyik zsűritaktól hallottam, hogy szerintem magyar piacra magyar szövegű dalokat kell írni, úgyhogy mindenképpen ezt a vonalat szeretnénk megcélozni, és minél népszerűbbek lenni, médiába bekerülni. Tehát ami ezzel jár, és így próbálkozunk. Mi Veszprém megyéből jöttünk, egész pontosan én a veszprémi vagyok, a banda 3 tagja tapolcai, és ott tevékenykedünk, ott volt egy ottani fesztivál, illetve nem fesztivál, hanem tehetségkutató, amit meg is nyertünk. Az nagyon jó, nagyon jó esett nekünk, és igazából ezzel felbuzdulva próbálkoztunk más tehetség, más megyékbe is megmutatkozni, mert úgy gondolom, hogy nagyon jó, legalábbis nagyon remélem, hogy jó létjogosultsága van egy ilyen tehetségkutatónak, és itt is szeretnénk megmutatni, és hát, hogyha esetleg itt is ezt is sikerne megnyerni, akkor az a zenekarnak egy elég nagy lökést tudna adni. Akár nemzetközi porondon is megállnak a helyüket. Nekem a Rolling Stones jutott eszembe egyszerűen mindenki fantasztikus a hangszerén, együtt vannak, a szerzemények is nagyon jók, egyet nehezményeztem csak, hogy csak angolul énekelnek, de hát törjenek be az angol piacra. Még érlelődik bennem, hogy ki volt a mai napnak számomra a legnagyobb meglepetése. Azt kell tudni erről a fesztiválról, hogy stílus független, tehát itt a country, jazz, rock, blues, bármilyen stílusba lehet jelentkezni. Voltak akusztikus formációk, voltak kőkemény heavy metal csapatok is, voltak lirikus, hál' Istennek nagyon sok a hölgy fellépő, tehát hölgyénekesek is vannak, úgyhogy elég sokszínű a mai felhozatal is, mint minden évben. A Nagykovácsiból érkezett Indeed nevű zenekar mindent vitt. Az első hely mellé begyűjtötték a közönségdíjat és a Jövő Reménysége díját is, Soltész Péternek köszönhetően.